Sziasztok! Most én elsősorban azokhoz szólok, akik így a mi korosztályunkban egyedül élnek, és magányosnak érzik magukat, és társat szeretnének találni maguknak. Nem könnyű ebben a körben, bár én úgy látom, hogy a fiataloknál is vannak nehézségek, de azt hiszem, hogy ebben a korban még nehezebb megtalálni a társunkat, ennek nyilván nagyon sok oka van. Általában azt szoktam látni az ilyen társkeresésben segítők javarészétől, hogy abban próbálnak támogatást nyújtani, hogy tippeket adnak, hogy hol tudsz ismerkedni, hogyan néz ki, hogyan állj hozzá az ismerkedő beszélgetésekhez, hogyan állj hozzá egy új partnerhez, mennyire legyél nyitott. Tehát alapvetően konkrétan próbálnak segíteni abban, hogy te hogy, miként vegyél részt a társkeresésbe, és hogy áll neki, hogy indulj el, és hol keres egyáltalán társat. És én úgy gondolom, hogy egy társkereső szempontjából első ránézése ez a publikus megközelítés. Ám de van egy, én úgy gondolom, sokkal hasznosabb. Nem ismerek olyan párt kereső egyént, akár férfit, akár nőt, aki azt keresné, hogy hol van az a másik felem, akivel mi egyet tudunk lenni. Aki én végre boldoggá tudok tenni. Mindenki azt keresi, azt a társaságot, azt a párt, azt a férfit, nőt, akiről sugárzik, hogy jól érzi magát a bőrében. Tehát én azt gondolom, hogy az az első dolog, hogy saját magadat rendbe tedd, hogy te saját magad jól érezd magad a bőrödbe, szerezd a saját életedet, és ez leríjon rólad. Tudnélik, ebből óriási a hiányzik. Tehát ha valaki ilyen, és ez látszik rajta, és sugárzik róla, arról veszeg levakarni sem lehet az egyedülállók párokat. Most azért nem akarok férfiről, nőről beszélni, mert azért általában ez mind a kettő, két nemnél ugyanígy működik. Tehát én azt gondolom, hogy az az első, hogy te a saját életedben jól érezd magad. Próbálj rászállni legalább egy fél évet, és azt megnézni, hogy mik azok a tevékenységek, amik téged feltöltenek, hogy ez valami sport, mozgás, a természet, a zene, táncolni, eljárni, nagyon sok táncklub van, ahova pár nélkül is el lehet menni, vagy egyáltalán, vagy az olvasás, vagy szóval mi az az elfoglaltság, ami kifejezetten feltölt téged, és boldogságot okoz. Milyen emberekkel fogsz találkozni? Válogass meg, olyan emberekkel találkozz, akik után jobban érzed magad, mint előtte. Tehát akik nem leszívnak, akik folyton csak panaszkodnak, mert ez rád is nagyon rossz hatással van, hanem akikkel nagyon jókat tudsz beszélgetni, akikkel az együttlét is öröm és feltöltődést ad. Hogyha neked ez számít, és hát azért valljuk be, főleg a nőknek, hogy ne számítana, akkor egy kicsit frissítsd fel a ruhatáradat. Nézd körül, vegyél először tartós selejtezést, és kicsit frissítsd fel olyan darabokkal, amikben te is jól érted magad, amikben belenézel a tükörbe, és azt mondod, hogy ez így tök jó, nagyon jó, saját magadnak is tetszem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy erre érdemes a legtöbb energiát fordítani. Tudnélik, én látom ebben a korban, hogy aki párt keres, mindenki sérült. Van aki egy kicsit, de inkább nagyon. És talán nem is egyszer, hanem többször. És amikor két ilyen sérült ember találkozik, abból katasztrofák adódnak. Tehát, hogyha másik pártól, tehát a másik féltől várjuk azt, hogy a mi hiány szükségleteinket kielégítse, ha a másiktól várjuk, hogy boldoggá tegyen, az minket borzasztó kiszolgáltatottá tesz. Akkor, hogyha te saját magadat boldoggá tudod tenni, és élvezni tudod a saját életedet, akkor az önmagában vonzó, tehát akkor szinte semmit nem kell tenni, ahol te megjelensz, biztos vagyok benne, hogy fogják keresni emberek a te veled való kapcsolatot, most akár nők, akár férfiak,
ismerkedj meg új emberekkel, és majd szépen menet közben adódik, hogy megismered, hogy ki az, akit közelebb tudsz engedni magadhoz. Úgyhogy én ehhez is nagyon sok sikert kívánok nektek, és hajrá! Sziasztok!